Mi lakiak, akik itt élünk, tudjuk, hogy kettő szöllős területe volt a falunak, illetve van is, a Mersi és az Almási. Hogyha végigmegyünk arra, akkor az ember, hát mindenki persze a szíve szerint, meg a saját érzései szerint, de gyakorlatilag szőlőültetvénnyel alig lehet találkozni. Lász Róbert polgármester helyzetértékelése magyarázatot ad arra, miért is volt kevesebb bor, mint a helyi versenyeken az elmúlt évtizedek hagyományainál. A fiatalok, ahogy a többi régióban is elhangzott, nem szívesen bíbelődnek már a borokkal, sokkal inkább a pálinka készítés felé fordult a figyelem. Úgy gondolom, hogy a 2019-es évjárat a szőlő termésbe nem egy rossz évjárat volt. Nagyon jó borokat lehetett készíteni, és itt is látszott az, hogy aki gondosan kezelte és jól készítette el a boraikat, azok igazából kiemelkedő eredményeket is tudtak elérni. Hát az idejében kicsit szerényen neveztek a borversenyre, összesen 18 minta érkezett, 10 fehér és 8 vörös bor. A évjáratnak úgy gondolom, hogy megfelelően érkeztek, tehát voltak kiemelkedő borok, amik az évjáratot jellemezték. Igazából a gyengébb minőségi borok azok inkább kezelési problémákat okoztak, vagy voltak. A fehér borok közül voltak kiemelkedőek, igazából 3 nagyon kiemelkedő fehér bor volt, de ott igazából volt 7-6 aranyérem. A vörös borok azok kevésbé voltak jók, ott is nem az évjárati problémák voltak, hanem inkább kezelési problémák voltak. Ott összesen 1 aranyérem volt. A szőlőbor készítés az egész éves munkát kíván. Még egyébként a pálinkáknak a száma az folyamatos emelkedést mutat, de hát ez úgy gondolom, hogy egy folyamat, nem csak itt, hanem egyéb településeken is egy tendencia. Tehát mindig egy picivel kevesebb a boroknak a száma, egy picivel meg mindig több a pálinkáknak a száma. Ez mutatkozik meg a pálinka minták számában is, hiszen 55-ből kellett kiválasztani a legjobbat a zsűrinek. Ahhoz, hogy ennyi pálinkát az ember úgy meg tudjon kóstolni, hogy hitelt érdemlően választ is adjon, ezért nem szabad itt hatalmas kortyokat, centeket, fél deciket meginni, mert hát akkor természetesen berúgnánk. És hát az igazi nagy trükk az abban van, hogy szánkba vesszük a pálinkát, megforgatjuk, és gyakorlatilag egy olyan pohárba, ami hát nem átlátszó, kiköpjük a pálinkát. Annyi íz mindig marad az ember szájába, hogy el tudja dönteni, hogy az egy kimagasló pálinka volt, jó pálinka, közepes, vagy esetleg gyengébb minőségű. Hát igazából a legfontosabb mindjárt a jó minőségű érett gyümölcs. Soha nem szabad éretlen gyümölcsöt beletenni, nem szabad penészes posat, csak olyat, amit mi is szívesen megennék. Ezt követően ezt a gyümölcsöt meg kell törni, meg kell roppantani, és folyamatosan kevergetni kell. Nagyon fontos, mert ha túlmelegszik az a cefre, nagyon sok értékes illatanyagok távoznak a cefréből. Aztán ezt követően ugye jön a főzés, bizonyos pálinkákat célszerű minél hamarabb kifőzni, mert például egy málnánál, ahol alacsony a savtartalma, az képes hamar megecetesedni, tehát azt érdemes minél előbb. Tehát ilyen kis apró trükkök vannak, de sok múlik azon, hogy ezután a főző milyen technológiát alkalmaz. Azon is sok múlik, hogy egy kész nyers pálinkát az első 1-2-3 hónap során mondjuk hetente egyszer-kétszer kinyitjuk, megszellőztetjük, mert 3 hónapig még fejlődik az a pálinka. És 3. hónap után, ha jót mutat, akkor biztos, hogy jó lesz. A bírálók az év bortermelőjének Edmond Alexet, míg az év pálinka készítőjének járó elismerést Klesz Csillának ítélték oda.